Video fervetel készítek erről a nagyon szép állapotú, szinte kartmentes állapotú dual hifi toronyról. Elindítom a kazettás magnó részét. Egy könnyen kivehető kazettás rész. A fejes görgők állapota szinte teljesen újszerű, mint lehet is látni. Nem kopott abszolút. Berakom a kazettát. Nagyon komoly hangzás jellemzi a hifit. Kis basszus. Két Sony hangfalról nyomatom a hangját. Nagyon szép a lemezjátszónak a állapota, teteje, a tű állapota is jó. Nem tudok rendesen rázumolni. Egy C511-es a lemezjátszó, az erősítő, az CT1100, ja nem, CV1120, a rádió CT1120, és C802-es kazettás magnórész. Nagyon szép állapotban van, hibátlanul működik. Felvétele is teljesen jó a készüléknek. Középállásba vettem a basszus, mert már egy picit soknak minősül. Egy-negyed hangerőm van. Közben elindítom a lemezjátszót. Átkapcsolok panomra. Teljesen hibátlan működés. A lemez lejárt, akkor automatikusan fölmegy a kar és kihelyezi. Lejártás közben is természetesen föl lehet emelni, és ki lehet helyezni a kart. Van rajta egy karzár, ezt be lehet ide pattintani, könnyedén. Jó állapotú tű van benne, szép állapotú a lemezjátszó is, és egy elérhető áron adom az egészet. Jó vásárlást kívánok hozzá, sok szép órát, zenehallgatást, kikapcsolódást. Még a hátuljáról egy röpke felvétel, pillanat. A felső rész az erősítő, van rajta pono, tép 1, rádió, tép 2, akkor itt vannak a hangfal csatlakoztatási lehetőségek. Remélem mindent lehet látni jól. Kétszer 35 watt. Ha jól látom a teljesítmény. Attól függetlenül nagyon szép hangja van, és jól működik az egész. És a lemezjátszó egység, ez a kazettás magnó rész. Hát ennyi. A továbbiakat képekkel illusztrálom.